Új fejlődési pályára lehet állítani a magyar mezőgazdaságot a mostani EU-s pénzügyi ciklusban. Egy versenyképes ágazat kiépítését jelentheti a következő 7 évben támogatástként bekerülő 7600 milliárd forint, mondta Magosz elnöke nemrég stábunknak Mohácson. Jakab István egy fórumon beszélt erről, ahol kiemelte, hogy a támogatások mellett további források is erősítik, fejlesztik majd a hazai mezőgazdasági ágazatokat. Ez kiegészülve még bizonyos befektetői forrásokkal, ez a nagyságrendileg 9000 milliárd, ez a teljes magyar agrár-élelmiszergazdaságot, nagykereskedelmet képes egy nagyon versenyképes pályára állítani. Képesek leszünk arra reményeink szerint az élelmiszerfeldolgozóipar fejlesztése kapcsán, hogy legalább 80%-ban magyar élelmiszeripari termék előállító üzemek működjenek Magyarországon. Képesek leszünk arra, hogy valóban magas minőségben, nagy hozzáadott értékkel tudjuk piacra vinni a magyar gazdák által megtermelt termékeket. Jelenleg egy 2 éves átmeneti időszak van. Ez azt jelenti, hogy a régi szabályozás mellett osztják még a támogatásokat. Majd ezt váltja az a szigorúbb feltételek mentén meghatározott agrárpolitika, ami nagyobb hangsúlyt fektet a környezet és klímavédelemre.